Az Endrettával való 1v1 videóm óta a csúcsomon vagyok. És mi lenne a legjobb módja annak, hogy leteszteljük az újonnan megszerzett tudásomat, mint hogy kihívjam a content creator társaimat. 11 darab kiszemeltem van az általatok legismertebb Fortnite videósok. Nézzük meg, hogy ki fogja elfogadni a kihívásomat. Bepróbálkozok a magyar Fortnite történelmének leghíresebb és legnagyobb legendájú személyénél is természetesen. Viszontvájsznál. Nem fűzök hozzá semmi reményt, mi az esély arra, hogy majd nekem fog válaszolni. Viszont azért, hát hogyha, igazából megvan nekem Discordon barátnak. Szóval, ráírtam. Szia Krisz, remélem mindenki ráj veled. Sokaknak hiányzol, de érthető, hogyha inkább a visszavonulás mellett döntöttél. Viszont láttalak kapozni. Szóval szeretnélek kihívni egy visszatérő 1v1-re. Ha benne vagy, akkor írj, nagyon várjuk a válaszod, bízunk benned. De addig is. Hét Krisz elfogadta a meghívásom. Hadd szóljon az 1v1. Részemről nagyon jól kezdődött a dolog. Gyors voltam és roppant figyelmes, az első kihívásom mindenképpen meg akartam nyerni. Hát azért komolyan veszed ezt. Hát persze. Nem véletlen jöttél. De már ki lettem hívva. Ha? Hoppá. Egy jó piece controlt is tolok, majd béna, de működő taktikával egyszerűen letúrom az SMG-mmel. Ez a legundorítóbb dolog. Krisz is kezdett egyre jobban bemelegedni, szegényt éppen egy videóvágás közepette rángattam el egyvegyezni, szóval hátrányból indult, de nem kellett neki sok, hogy felvegye a versenyt. Oda-vissza adogattuk egymásnak a lövéseket, és a mezőny kiegyenlített lett. Jó. Ne. Elfogyottam a team. 7-7 lett végül az állás, szóval pingpongoznunk kellett. Ami azt jelenti, hogy az nyer, aki először szerez 2 pont előnyt. Szép. Szép. Ha! Engedj be! Jaj! Ez szép. GG. Ez szép volt. Köszönöm, nagyon közel volt. Még csak ez volt az első 1v1, de már is leizzadtam. Viszont jöhet a második kihívott, Norbert YouTube. Az üzenetet el is küldtem neki. Semmi válasz. Nem annyira meglepő mondjuk, mert már több mint egy hónapja inaktív is. Remélem minden szuper feléd, Norbi. GMI a következő kiszemeltem, és már aznap benne is volt az 1v1-ben. Nagy erőnk! Az ő kérésére boxfightoztunk, ami leginkább az ő terepe, én kevésbé szeretem az ilyet. Viszont a pálya, amin játszottunk, az meg GMI számára volt új, így mind a kettőnknek megvolt a maga előnye és hátránya. Az első kört elhozza, mert elégettem a matim. Nem akartam vesztett körrel nyitni, de nem hagyhatom, hogy a magabiztosságom rovására menjen. Jó sebzés sikerült okoznom, és ez most az ő lendületét töri meg. Ó. Szerintem halok. Ja, nice. GMI rendkívül erősen kezdett, és ez meg is lepett, és őszintén én azt hittem, hogy egyoldalúbb lesz a küzdelem az én javamra. Még piszkos trükköket is be kellett vetnem, hogy kiegyenlítsek végre. Aha, ez jó, ez cuki volt. Ahogy átvettem a vezetést, úgy már kicsit megbátorodtam, de egy pillanatig sem lankadhatott a figyelmem, mert minden esélye megvolt, hogy nyerjen. Van még egy szín. Ó! Ajajaj. Beettem előtted! Ezt én nem bírom elhinni. Már pedig kezdtem reménykedni a végére. Na mindegy, szép volt. Hú, hát ez közel sem volt egy könnyű menet, és hatalmas GGGM-inek. Üdvözlet, uram! Éppen kihívom az összes magyar Forti content creator-t egy 1v1-re, szóval te semmiképpen nem maradhattál le a listáról. Tudom, nem nagyon a stílusod ez, de egy próbát azért megér nekem is. Hello, köszi, de kihagyom. Hát, kár értem. Jöjjön akkor Faki. Szerintem nem kell már bemutatnom őt nektek, de hogyha mégis, akkor itt van egy pár infó róla. Az Endrettával való 1v1-jeimhez hasonlóan a kezdés tetszetős volt. Oh! Hello! Be, azt még nem hallottam. Na jó, a folytatás viszont már kevésbé. Ah.
milyen falad van ott már? Jó, hát ezt teljesen megnyerted. Hát ez egy GG, azt kell mondjam. Hát gyerekek, nem is tudom pontosan mennyi lett az állás, az helyzet, hogy nem vettem fel ma a szemüvegem. Azt hiszem egy pár ponttal nyert, nem tudom, írjátok meg a kommentben. KDS. Kihívtam őt. Egy hete. Háromszor is. Nem reagált semmit. Mit tettem, hogy ezt érdemlem? Matyolat következett, aki már aznap elfogadta a kihívást. Egyből egy max pumppal indítok, de ne féljetek, mert ezután sikerül egy hatalmas miszt is intéznem, és egy-egy lesz az állás. Matyolat is sokat gyakorolt mostanság, rendkívül gyors, lekónol és ledarál szépen. Át is veszi a vezetést ezzel. Csak pump is, akkor peace control, de nem mindig működik. A nap végén le kell lőni az embert. Nice, engeded a dupla pickaxe-et. Júj! IRL is meg Fortnite vagy. Elismerős. Na. Coolbox, azt a gyönyörű van. El vagyok boxolva szinte. Ja, még élek! Most fogom eltrobolni. Imoltoltam egyet. Azt hallottam. Imoltoltam egyet. Jaj. Nézd, hogy mi az a hang. Kicsit mértem. Az állás 8-6 lett nekem. Matyolat is baromi sokat fejlődött, nagy GG neki. Matexem 8 is kívott egy 1v1-re nemrégiben, de akkor én utasítottam el, mert még tudtam, hogy egy kisebb grind áll előttem. Most már készen álltam, szóval ráírtam, hogy benne vagyok. De azóta meg ő hanyagolta a játékot már egy jó ideje újra. Teljesen fair és érthető, majd talán akkor máskor. Következzék Zeki. Már mondhatni évek óta elver 1v1-ben, de talán itt az idő, hogy valami újat mutassak neki. Hát, a kezdés nem volt a legerősebb a részemről, aztán a folytatással. A matim is elfogyott és már 2-0-ra vezetett Zeki, de ő úgy gondolta, hogy még csak ezután fog píkelni. Mi akkor? Úristen! Ó, az honnan jött ki? Ezt rekordolod? Aha. Hopp. Le, kifagytam. Kifagyott. Jó, nem tényleg megálltál, de hát... Bro, what you doing? Ne, 158. Azt hogy láttál, tesó? I like that. Köszi, jó volt. Élveztem. GG. GG, Zaki. 10-4 oda. Hát, lehetett volna rosszabb is, majd jövőre újra próbáljuk. A 10. kihívottam Kenzi volt. Még sose játszottam ellene, és a játék stílusát se vágtam, szóval teljes rejtély volt, hogy mire számítsak tőle. De spoiler alert, nagyon durva volt. El is vagyott a matim. Azt a lépcsős taktikát még nem láttam mástól. Magamon kívül. Melyiket? Ahogy lejött érítékelni a falamat. Ja. De közel volt. Hát, szép. Azt hiszem egy kérre vagyok attól, hogy nyerjek. Így most akkor leízzadok. Majdnem. Shit! Nice. És a döntetlennek mi van? Pingpong lenne. Jó van. Pingpong lesz. Ah, so close, tesó. GG, hatalmas voltál. Gratula. Köszönöm szépen, hogy jöttél. És mindenképp iratkozzanak fel rád. Mert
ilyen high level gameplayt azért szerintem nem láthatnak sok helyen. Amíg Kenzi megebédel, addig ne felejtjétek, hogy a G2-en akciósan szerezhetitek be a játékokat, ezáltal spórolhatok, és a maradék pénzt donételjétek el szegénynek egy új pólóra. A G2 linkje a leírásban lesz, illetve a versenyzőké is, mindenképpen iratkozzatok fel rájuk. Innen is hatalmas GG Kenzi, nagyon nagyot mentél. Nos, sok meglepetés ért ma minket, az biztos. A legnagyobb viszont az lenne, hogyha Chris Advice visszaírna. Egy hete volt rá, és hát lássuk, hogy sikerült-e. Nem, sajnos nem, gyerekek. Teljes mértékben le vagyok sújtva, pont úgy, mint ti. Pedig barátok is vagyunk Discordon, hogy történetet? Instán is bepróbálkoztam még, régen ott is beszéltünk, de ezúttal semmi. Egy próbát mindenképpen megért, de azért tegyük félre a viccet most, és legyünk hálásak Krisznek a sok szép pillanatért, amit adott. Lehet már elmúltak ezek az idők, és sosem tér vissza. Ezt is el kell fogadni, egyszer minden véget ér és elmúlik. De fel a fejjel, hogyha most szomorú vagy, akkor csak jegyezd meg a tanításait, mert az örök. Mert amúgy is én így gondolom, hogy ez így működik az életben, hogy bármennyire negatív dolgok történnek, bármi is van, mindig maradj pozitív. Mert az fixen, tehát meg lesz az eredménye annak, hogy az maradtál, bármennyire is negatív volt minden. Mi? Hax! Hogy laggol a csávó? Mi a fa? Mi? 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 Mi?